A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok! Már csak kettőt kell aludni, és kezdődik az év, bár a szervezők szerint kellő bombasztikusan fogalmazva minden idők egyik legnagyobb magyarországi sporteseménye az atlétikai világbajnokság. Nehéz egyébként ezzel vitatkozni abban az értelemben, hogy az atlétikai VB gyakorlatilag az olimpiák és a labdarúgó világbajnokság mögött a harmadik legnézettebb, legnagyobb tömegeket megmozgató eseménye a sportvilágának. És hát óriási dolog természetesen számunkra, hogy idén először ennek Magyarország Budapest ad otthont. Nekünk fehérváriaknak pedig még talán ennél is nagyobb, hogy lesz fehérvári atléta a mezőnyben, de talán mondhatom többes számban is, hiszen vannak olyan atléták, akik itt nevelkedtek, kötődnek Fehérvárhoz, esetleg már nem arak színekben vetélkednek, vagy versenyeznek, de aki arak színekben versenyez, illetve az arakot képviseli, a Szabó Dániel sprinter, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Hát nem akármilyen pályafutás van már eddig is mögötted, ugye voltál hivatalosan is Magyarország leggyorsabb embere, nyertél bajnoki címeket, korosztályos és felnőtt válogatottal Európa-bajnokságokon, világeseményeken vettél részt, de hát gondolom, hogy azért a te életedben, pályafutásodban is kiemelkedő az, hogy most felnőtt világbajnokságon indulhatsz. Köszönöm szépen ezt a szép felkonferál, szép estét kívánok én is mindenkinek. Igazából igen, amit elmondtál, teljes mértékben így van, hogy többször voltam országos bajnoki címvédő is, 100 méteren a királyszámban. És számomra is egy nagyon nagy lehetőség az, hogy most itt futhatok Budapesten a világbajnokságon a 400-as váltóval, főleg az, hogy egy igen hosszú sérüléses időszakon vagyok túl, amelyből sikeresen úgy érzem, hogy sikerült felállnunk edzőmmel, Varga Tamással, és úgy érzem, hogy szép jövő felé tekintünk, mert végre úgy érzem, hogy tünetmentes vagyok, teljes mértékben jól érzem magamat, és szépen lassan kezdem visszanyerni régi pompámat, csak egy kicsit erősebb mentalitással és szebb világnézettel, amiben eddig nevelkedtem és gondolkodtam. Nagy mérföldkő volt akkor tulajdonképpen ez a sérüléses időszak neked a pályafutásodban? Ugye fiatalon tényleg berobbantál, a címek, a rekordok, a bajnoki dicsőségek azok elég fiatalon elértek, ugyanúgy a válogatottság is, a nemzetközi szereplés. Ez most egy teljesen új korszak? Én úgy érzem, hogy igen, mivel 2020-ban pont a Covid ideje alatt, ugye tudjuk, hogy milyen körülmények voltak, hogyan lehetett edzeni, akkor sajnos ért egy nagyon súlyos sérülés, mivel edzés közben recsendeljött a derekam, és lett egy kiszakadt gerincsérvem, amely hosszú-hosszú ideig kezelés alatt kellett, hogy tartsam, és igazából 2 éven keresztül nem is volt bármit csináltunk vele, műtétet nem vállaltam, hanem teljes mértékben egyénileg gyógytornával, úszásra és egyéb különféle rehabilitációs eszközökkel próbáltam ezt az egészet rendbehozni. Sajnos ez a 2 év ez egészen kilátástalan volt, hogy valójában hogyan fog alakulni az én sportsorsom, és hogyan fog alakulni az én karrierem, pályafutásom. Többször gondolkodtam azon, hogy abba hagyom, mivel rengeteg fájdalmam volt, tehát nem csak az, hogy az edzésben akadályozott, hanem minden nap életben is. Tehát rendesen egy alvást nem tudtam megcsinálni a hétköznapokban, vagy például lesétálni a boltban. Rengeteg lemondással és fájdalommal járt ez az egész dolog, de közben rengeteg sok mindenre meg is tanított az életben, és ez alatt az időszak alatt a sport karrierem az egy kicsit háttérbe szorult, és elkezdtem edzősködni is, szóval másik szemszögből is megtekintem a dolgoknak a működését és az oldalát. Itt az Araknál vagyok jelenleg, és az U12-es korosztályok az edzője, szóval most már egy komplex képet kapok arról, hogy hogyan is van egy hosszabb felkészülés, egy nagyobb felkészülés, csak nem konkrétan élsportolókkal, hanem gyerekekkel. Erről majd beszélünk akkor még, hiszen tényleg nagyon érdekes, hogy immár látod az edzői oldalát is az atlétikának.
De azért visszatérve a pályafutásodra, hogyha jól tudom, 26 éves vagy, ez pedig hát egy olyan kor, amire minden sportágban azt mondják, hogy az ideális kor, vagy a virágkor, tehát azért nagyon nem kell még azt temetni, gondolom magadban úgyis, vagy velete is, hogy a verseny eredményeket, illetve azt, amilyen szinten valahol voltál a sérülés előtt, az még elérhető. Teljes mértékben ezzel én is hívjak, sőt én úgy gondolom, hogy a sportban ez mindenkitől egyénileg függő, tehát az, hogy ki hogyan érzi magát, ki milyen fizikummal rendelkezik, és tényleg ez a genetikától is nagyon függ, hogy teljes mértékben ki hogyan éri meg a fénykorát, és úgymond a csúcsformáját. Valakinek ez 18 éves korában van, valakinek ez 25, valakinek ez 30 pluszosan, hogyha most megnézzük Justin Gatlin-t, ő is 38-39 évesen futott új egyéni csúcsot, és igaz, hogy 26 éves vagyok, de szerintem ezt nem lehet megmondani róla, és én is érzem magam ennyinek. Szóval szerintem még, hogyha tényleg ezt rendesen tudom folytatni tovább, úgyhogy sérülésmentesen, fájdalmak nélkül, korlátozások nélkül, akkor még van bennem jelentős, és én is úgy érzem, hogy még nem értem a csúcsformát, nem értem el ezt, amiről álmodtam, amit szeretnék, és most is vannak céljai, most is vannak célkitűzései, amiért küzdök, hajtok, minden egyes nap ott vagyok, és beleteszem a munkát, nem csak az edzés, hanem a magánéletemben is ügyelek ezekre a dolgokra, mint pihenés, regeneráció. Szóval tényleg most már egy komplettebb képet kaptam arról, hogy mit is kell csinálni, és hogyan is kell csinálni, de ugye ezekre a dolgokra meg kell érni, akár egy világversenyre is meg kell érni fejben. Valakinek ez fiatal korban történik meg, valakinek ez idősebb korban, de hát ez teljes mértékben rendben van, türelmesen kell várni, türelmesen kell dolgozni és hajtani a céljaink felé. Ugye, hogyha az időeredményeket, vagy a fő számodat, a 100 métert nézzük, ami tényleg az egész atlétikának a talán legnagyobb figyelemmel kísért számú ugye világszerte, akkor azért Magyarországon te tényleg uralkodó voltál, nem is egy éven át, hiszen többször nyertél bajnokságot. 10-34, igen. Ugye az egyéni rekordod, amit nem is tudom pontosan mikor, 2018. Most már azért régebben már futottad. Már 5 éve, igen. Tehát nem tudom, hogy gondolkozol-e ebben például, hogy mi az, amit még akár időeredményben lefaraghatsz, vagy elérhetsz, vagy van-e olyan kitűzött célod? Én igazából most őszinte leszek ebben a szezonban, hogy szerettem volna az egyéni csúcsom közébe futni, vagy ezt megdönteni, de most nagyobb hangsúlyt kapott most jelenleg az, hogy a világbajnokságra 400-al készüljünk. És ezért is volt az, hogy amikor külföldre utaztunk világversenyre, akkor nem is engedtek minket egyéni százat futni, mivel jelenleg a magyar 400-as csapat 6 főből áll, az elmúlt időszakban 5 főből áll, de abban is egy fősérült volt, Papp Márk, az egyik biztos tagunk, de szerencsére jól van, meggyógyult, hogyha minden igaz, egészséges, és tehát 4-en maradtunk ezekre a nemzetközi megmérettetésekre, tehát emiatt volt az a központi döntés által, hogy nem futhatunk egyénileg 100 métert ezeken a versenyeken, hogy biztosan ott legyünk 400-as és 4 egyéb sérülés veszély, és emiatt az egyéni versenyzés emiatt egy kicsit háttérbe került, de véleményem szerint az, hogy tényleg lehetőséget kaptunk a 400-al, hogy kijussunk a világbajnokságra, és képviselhessünk Magyarországot, a hazánkat, vagy akár Fehérvárat, én, mint törzslakos fehérvári, szerintem ez egy igazán nagy szó és igazán nagy érdem, és emiatt megérte ezeket a kisebb-nagyobb dolgokat félretenni. Nagyon különleges műfaj azért a váltó, ugye még az egyéni sprinterek számára is egy más feladat, mint amikor tényleg csak egyéniben futsz. Mondtad, hogy most éppen megvagytok annyian, hogy biztonságosan lehessen készülni. Mennyire készültetek speciális váltóedzésekkel? Teljes mértékben. Igazából már a felkészülésünk az április elején megkezdődött. Most egy nagyon hosszú időszakon vagyunk túl, egy nagyon hosszú alapozáson és felkészülésen. Ennyi edzőtáborban még életemben nem voltam. Szerintem a mostani válogatottnak a 90%-a nem kivétel a gátasok. Tényleg túl vagyunk 5-7 edzőtáboron, sőt most már 7, hogyha a mostani nyári edzőtábort is válasszuk, nézzük. Tavasz elejétől egészen tavasz végéig 5 hetet tartózkodtunk külföldön, inkább nevezhetjük 6-nak is. 2-szer 2 hetet voltunk Cipruson, 1 hetet pedig Medulinban, Horvátországban is tartózkodtunk. És tényleg ezekben az edzőtáborokban figyeltünk arra, hogy heti 2-3 alkalommal egy-egy edzés csak arról szóljon tényleg, hogy váltunk, élesítjük a formát, élesítjük a helyzeteket, tanuljunk, gyakoroljunk, megtanuljunk erre indulni, megtanuljunk rendesen botot kapni, összeszokjon a társaság.
És én úgy érzem, hogy a mostani pápai edzőtábor, ahol most július végén, augusztus elején tartózkodtunk, ott tudott igazán összeforni a csapat, ott tudott igazán összehangolódni, és véleményem szerint én is úgy érzem, hogy a formánk is javult az elmúlt időszakban, és tényleg az, hogy egy összeszokottabb társaságról van szó, mert tényleg a váltóban érezni kell a másikat, hogy hogyan jön, miként jön, nehogy elszaladja az ember, vagy nehogy túl közel legyen a váltás. Én úgy gondolom és úgy hiszem, és tudom azt is, hogy most a világbajnokságon, amit eddig elértünk eredmény, az is egy nagy szó, de azt még sokkal jobban lejjebb tudjuk faragni. Mennyire voltak neked egyébként korábban váltós tapasztalataid? Azért az ARAK korosztályos szinten rendre ki tudott állítani jó sprinter csapatokat, lányoknál, fiúknál egyaránt, de te azért elég korai szakaszától a pályafutásodnak azért főleg az egyéni futásokra koncentráltál. Igazából rengeteg tapasztalatom van a 400-as váltóval kapcsolatban, minden egyes évben, egészen 2020-ig, 21-ben is felnőttben szerepeltünk az ARAK-kal a 400-as váltóban, 2017-ben országos bajnoki címet is nyertünk. Korosztályos versenyeken 400-as váltónk nem igazán volt, kivétel az U23-as EB-n, akkor volt, csak akkor megsérültem, bocsánat, visszatér, még U20-ban is volt. Csak akkor a csapatunkat diszkvalifikálták, mivel a harmadik emberünk végig a vonalon futott a kanyarba, és mivel nem szabadott vonalra lépni, ugye ez egy egész komoly szabály, ennek következtében kizárták a csapatunkat, pedig ott döntőbe jutottunk, és ott akár még az éremén is küzdhetünk volna, de hát ez a múlt, abból haladni kell tovább, tanultunk belőle, ez teljes mértékben rendben, követünk-e hibákat, emberek vagyunk, nincs ez semmi probléma. És a felnőtt válogatottal is többször szerepeltem már a 400-as váltóban, akár csapat Európa kupán, és igazából mindig rendben voltak ezek a dolgok. Sőt, tehát most a közelmúltban ugye komoly sikerélményetek is volt ezzel kapcsolatban a 400-as váltónak, tehát azért jól alakul ez a csapat. Igen, teljes mértékben. Régen futott már a magyar csapat ilyen gyorsan, sőt igazából 40 másodperc alatt idén futottunk kétszer, ami szerintem tényleg egy nagy dolog, és mint említettem, azokban a váltásokban is rengeteg maradt, azóta a forma élesődött, szóval bármik is jöhet ebből. Hát anélkül, hogy nagyon belemennénk a szakmai részletekbe, azt azért el tudod mondani, hogy mi a különlegesség a váltóban, tehát mi az, amire mondjuk neked speciál harmadik futó leszel? Ugye? Igen, én a felső kanyarban. Igen, a felső kanyarban, már ezek is olyan kifejezések, amitől mondjuk a tévénéző tudja, mert látja, hogy az egy kanyar, tehát hogy vannak ennek nyilván olyan finomságai, amire nagyon oda kell figyelni. Mármint finomságra úgy érted, hogy hogyan épül fel egy ilyen... Igen, tehát hogy neked speciálisan, aki a harmadikként váltasz, mire kell figyelned, hogy ez a váltás technikailag is rendben legyen, a sebességed is rendben legyen, és hogy mondjuk egy olyan tökéletes tudjál futni, akkor is, amikor kapod, és akkor is, amikor átadod, mert ugye neked mind a két végén igen, van dolga. Igen, teljes mértékben értem most a kérdést. Igazából ezekre valók a váltóedzések, tehát megvan határozva az, hogy milyen távolságot kell kimérnünk ahhoz, hogy időben megkapjuk a voltot a megadott helyen és megadott időben. Tehát körülbelül, hogyha nekem most Boros Bence fogja hozni a botot a felső egyenesből, a második ember, én pedig a harmadik, jelenleg 7,5 méterről fogok indulni, tehát megvan a váltózóna eleje, utána visszamérek, igazából lábfejben szoktuk ezeket a dolgokat kimérni, 7,5 métert, és akkor, amikor ő pontosan odaér ahhoz a jelhez, amit én leteszek, akkor kell elindulnom, és akkor lesz tökéletes a váltás. De ezt a jelet is akkor te tudod, hogy az ő futásának melyik szakaszánál kell neked elindulni, hogy az egy ideálisan jöjjön ki. Pontosan számodra. Akkor, amikor én az adott helytől, ahol állok, visszamérek 7,5 métert, és ő arra a jelre pont odaér és rálép. Tehát ez itt nagyon, hát századokról beszélünk, itt másodpercekről, nem tényleg század másodpercekről, és nagyon-nagyon pontosnak kell lenni, mert hogyha előbb indulok, akkor nem fog utolérni. És közben még reménykedned kell, hogy ő pont úgy fusson, hogy nagyjából elképzelted, gondolom, hiszen az ő sebességén is múlik, hogy valójában ez a jel, ez ott lesz, ahol neked ideális, vagy onnan... A jel ott lesz, és ezt hívjuk úgy, hogy bizalom. Tehát bízom abban, hogy a társam oda fog érni, a társam utol fog érni, meg fogom kapni a botot, és akkor ezáltal történik. És ugye az összes váltás így van, hogy van egy megadott jel, amit meghatározunk, egy távolság, visszamérjük, és akkor pontosan arra kell indulni. És hát váltásnál nyilván te már nem nézhetsz hátra, tehát azt is érezted kell, hogy mikor adja neked, mikor fogod úgy azt a botot, hogy már elengedheti, és a te kezedben van. Itt van egy kis csíny,
ilyenkor van egy vezényszó, hogy kéz, én fölteszem a kezemet, és akkor érkezik a bot, megkapom, és akkor... Hát jó, de mindezt nem tudom, hogy 180-as pulzusnál vagy, amennyit Raminieri felmegy ott a 100 méteres sprintben, meg gondolom az egész versenynek a hangulata, a koncentrálás, az izgulás, tehát azért rengeteg dolog. Talán, de nyilván ez laikus kérdés a részemről, hogy ez talán még nagyobb összpontosítást és többféle odafigyelést igényel, mint az egyéni futam, ahol azért nyilván szintén van mire figyelni. Én szerintem mind a kettő ugyanolyan nagy figyelmet igényel. Tehát az egyikre magamra kell figyelni, igazából itt is saját magamra kell figyelnem, hogy pontosan mikor fogok indulni, pontosan hogy indulok. Ez olyan, mintha egy rajtszóra indulnék egy lövésre. Ugyanez a dolog, csak most vizuálisan kell látnom, nem pedig hallanom kell a dolgokat. Igazából ugyanaz történik. És igyekezni kell tényleg, igyekezni kell az, hogy türelmes legyen az ember, nem szabad előbb indulni, nem szabad túl későn se indulni, mert akkor pedig ráfutásos butátadás lesz, ami szintén veszélyesebb dolog, de igen, itt tényleg ki vannak élezve a pillanatok, de hát ez az atlétika, itt minden ezred és század másodperceken múlik. Igen, és hát gondolom, hogy nyilván nem a rossz forgatókönyvekkel foglalkoztok, meg hát már csak Babonából sem gondolkozik az ember olyanokon. Nézőként emlékszem, hogy tényleg egészen drámai történések voltak, tehát olimpiai bajnoki vagy világbajnoki címek mentek el azon, hogy akár esélyes válogatottak, rosszul váltottak, valaki kiejtette, valaki túlfutott. Te is említetted, hogy vonalra lépés arra még külön figyelni kell ugye futás közben. Szóval nagyon sok minden dolognak kell stimmelnie. Te most egy ideális esetet feltételezve, amikor mindenkinek minden tökéletesen sikerül, és sikerül egy jó formát futnotok, milyen eredményt mersz jósolni, vagy reménykedni inkább? Igaz, tényleg a váltó az egy nagyon sok réti dolog, és nagyon sok összetevőben áll, és tényleg, ahogy mondtad, olimpiai és világbajnoki címek múlnak ezen, de hát ez a váltónak a szépsége, itt bármi előfordulhat és megtörténhet. Emberek vagyunk, követünk el hibákat, valakinek van egy rosszabb napja, tehát ez teljes mértékben benne van, vagy egy picit kikapcsol az agya, ez teljes mértékben benne van, hiába vagyunk sportok, nem vagyunk gépezetek. Én nem is képzelek el negatív forgatókönyveket, mert úgy vagyok vele, hogy ha azon jár az agyam, akkor azt fogom bevonzani, bemanifesztálom ezeket a dolgokat, és amiatt inkább csak a pozitív képre gondolok, és amit tényleg tudom és bízok abban, hogy amit beletettünk munka, az ki is fog fizetődni. Hogyha minden jól sikerül, és minden a helyén van, akkor véleményem szerint tudunk 39 másodperc közelébe futni, vagy 39 másodperc alatt. Tekintve a nemzetközi mezőnyt, ez szerintem egy egész derekas és helytálló idő. Az, hogy mit hoz ez az időeredmény, vagy hogyha tényleg ezt fogjuk futni, vagy hogy mi lesz, azt én még nem tudom előre. Ez már tényleg, mint mondtam, nagyon sok rétű és nagyon sok összetevőjű, de bizakodunk a legjobban, és tényleg arra törekszünk, hogy a legjobb formánkat tudjuk nyújtani, és a lehető legtöbbet kihozzuk az egészből. Ugye 8 váltó jut be a döntőbe, nyilván elképesztően nagy dolog lenne, hogyha Budapesten hazai pályán ez a magyar váltónak sikerülne. Elnézve, vagy itt csak így belegondolva a konkurenciába, hogy milyen futó nemzetek vannak, vagy olyanok, akik akár speciálisan váltóba tudnak nagyon jó csapatot kiállítani az egyéni sprinterek mellett, akár Európában, akár több kontinensről, gondolom, hogy azért ez egy óriási kihívás, hogy ebbe a 8-ba be tudjon kerülni a csapat. Igen, ez egy nagyon nagy kihívás, ez egy álom is a számunkra, hogy bekerüljünk, főleg hazai közönség előtt, de tényleg most arra koncentrálunk, hogy az előfutamban a lehető legjobbat kihozzuk magunkból, a lehető legjobbat teljesítsük, és tényleg, hogy mit hoz a jövő, azt nem tudhatom. Igazából az egy habatortá lenne, hogyha tényleg a döntőbe futhatnánk, de törekszünk tényleg arra, hogy időeredményileg, mint helyezésileg a hazai közönséget, a hazai közönség drukkolásával azt az energiát, amit átadnak nekünk, azt minél jobban hasznosítsuk, és abból egy pazar futást tudjunk ott a helyszínen lebonyolítani, és tényleg helyt tudjunk állni, mint mondtad, ezek között az erős nemzetek között, mert tényleg világbajnokságról beszélünk, itt a világ legjobbjai vannak, és az, hogy lehetőségünk van futni egy világbajnokságon, tényleg a világ legjobb 17 országa között, szerintem ez egy igazán nagy szó. Kicsit a társakról is beszéljünk, mennyire ismered őket, kikből áll most össze ez a váltó, és mondjuk az ő formájuk jelenleg mennyire biztató? Igazából a srácokat tekintve, ketten még fiatalok, igazából ők is már 21-22 évesek, csak hozzám képest fiatalok. A rajtoló emberünk, a starterő Ilovszky Dominik lesz. Ilovszky Dominik is többször nyert országos bajnokságot 100 méteren. Ő vele az elmúlt időszakban tényleg ezekben az edzőtáborokban sikerült összeismerkednem, és baráti kapcsolatot kialakítanom vele.
A második Boros Bencével fogja hozni a botot. Boros Bencével tényleg szerintem már egy évtizede ismerjük egymást, nagyon jó barátok vagyunk, folyamatosan szobatársak is voltunk, szóval köztünk a kapcsolat és a hangulat megvan, tehát tudjuk egymásról, hogy ki milyen állapotban, ki hogyan van. Tényleg, ahogy mondtam, 400 közben érezni kell, hogy hogyan a másik, hol jön a másik, milyen sebességgel jön a másik, és ugye az alapján lassítani, megmerni indulni, tudni azt, hogy most időben indulni, és szerintem közöttünk ez a kapocs megvan. A befutó, a harmadik ember vagyok én, és a befutó emberünk pedig Pap Márk. Pap Márk, ő most sérülésekkel küszködött, de tényleg a tavalyi szezonja alapján iszonyatosan jó időeredményeket futott, és nagyon jó formában volt a tavalyi évben. Az idényt is nagyon szépen kezdte, csak a sérülése újra kiújult, de véleményem szerint ő is tényleg most a sérüléstől eltekintve egy igazán jó formában tudott visszajönni, és ővel is az edzőtáborokban kevesebbet beszélgettem, de most Pápán az utolsó edzőtáborban ővel is sikerült egy baráti kapcsolatot kialakítanom, tehát azt el tudom mondani, hogy mi négyen kezdünk összeszokni, kezdjük érezni a másikat, tudni, hogy mit érez, hogyan vagyunk, és ez egy nagyon fontos lényegi eleme a váltónak. Ugye szombaton kezdődik a világbajnokság, ha jól tudom, ti 25-én futtok először, hogy alakul addig a programod és aztán maga a világbajnokság alatt? 25-én 19:30-kor fogunk futni a világbajnokságon. Pont a mai nap fogok felköltözni Budapestre a Novotel szállodába, és ott leszek egészen 28-áig. Addig váltóedzésekkel lesz teli a program, tehát most holnap is délután váltóedzésünk van, vasárnap is, és jövő héten is, hogyha jól tudom, akkor kettő lesz. Addig is élesítjük a formát, gyakoroljuk a váltásokat, és a többi pedig az idő többi részében pedig a ráhangolódásról fog szólni, arról, hogy pihenjük magunkat teljes mértékben, hogy mikor odaérünk a pillanathoz, addigra a legjobban feltöltődve legyünk, kipihenve, és tényleg, hogy a legjobb tudásunk szerint tudjunk cselekedni, és az első legfontosabb, hogy nyugodtan, és az, hogy élvezzük. És hát ugye a koreográfia vagy a dramaturgia szerint általában ezt a világbajnokság vége felé úgymond az egyik fénypontként rendezik a váltók döntőjét. Neked mennyi időd lesz ezen kívül? Egyáltalán tervezed-e, hogy valamennyi megnézel még a VB-ből és élvezheted-e ezt a forgatagot? Tervezek kimenni, főleg az, hogy Boros Bence szombaton futni fog, egy egyéni szállat lehetőséget kapott arra, és szeretném azt is megnézni, valamint hogyha lehetőségem adódik, akkor a pihenő napokon is kimenni, megnézni, tényleg az, hogy szurkoljak a többieknek, a honfitársaimnak, az ismerősöknek, barátoknak egyaránt, akik kim vannak a pályán, mert tényleg minden egyes plusz szó, minden egyes plusz energia az egy hatalmas löketet tud adni, és az, hogy egy hazai pályán, hazai közönség előtt tudunk szerepelni és tudunk szurkolni, az véleményem szerint egy hatalmas élmény és egy nagy lehetőség, és tényleg igyekszem, amennyire az időm engedi, kint lenni, és végignézni a versenyeket. Meg főleg az, hogy tényleg a világ legjobbja jönnek ide, és lehet tanulni tőlük, lehet tőlük egy-két trükköt csinyt ellesni, és az, hogy hogyan csinálják a dolgokat, és hogyan készülnek fel. Véleményem szerint az, hogy szemtől szemből lehet ezeket a dolgokat látni, úgyhogy ott van előttünk, az egy plusz lehetőség, hogy nem csak videón, vagy egy külföldi verseny, hanem tényleg az, hogy ott élőben. Hát ugye nyilván ennek semmivel össze nem hasonlítható hangulata van, és számotokra tényleg egy lehetőség. Most az jutott eszembe, hogy ugye szerencsére most már 7-8 éve a Gyulai Memoriál itt van Fehérváron. Te is volt, hogy versenyeztél rajta, meg gondolom testközelből azért szereztél tapasztalatokat. Ez egy jófajta, hát nem felvezetés a világbajnokságra, mert nem tudtuk még akkor, hogy lesz egyszer Budapesten világbajnokság, de ezek mind olyan hazai környezetben megélhető dolgok voltak, amikből azért gondolom tudtál meríteni. Igen, teljes mértében a Gyulai és Fel Memorial az egy igen magas szintű verseny, főleg az, hogy most már egy golden versenynek minősül, egy aranyversenynek. Ennél már csak a Gyémánt Liga, hogyha jól tudom, az a magasabb szintű verseny. És tényleg ahhoz képest, hogy egy golden versenyről beszélünk, a világ legjobbjai szoktak idejönni, olimpiai bajnokok, világcsúcstartók, világbajnokok, és az, hogy itt vannak velünk, és itt mozognak. Én egy dolgot szoktam leginkább észrevenni, az pedig a mentalitásuk, ahogyan hozzáállnak az egészhez,
és ez számomra egy igazán nagyon fontos dolog. Tehát a mentalitás szempontjából azt értem, hogy teljes mértékben nincs bennük stressz, nincsen befeszülve, tudják, hogy mire képesek, bennük van a magabiztosság, sugárzik, és az, hogy élvezik. Tehát ugye a legtöbb ember görcsösen csinálja a dolgokat, amiket csinál, nem pedig úgy, hogy igenis képes vagyok megcsinálni, és könnyedén, és élvezi az odafele vezető utat, hanem néha stresszelve, görcsösen befeszülve, és náluk pedig ez a teljes mértékben ez a lazaság, ez az élvezet látszik, és mindenki sugárzásukban. Hát gondolom, akkor ezt a tanítványoknak is át tudod adni, hogy élvezzék az atlétikát. Nem maradt már sok időnk, de azért mondtam, hogy egy rövid kérdéssel rég térjünk vissza, hogy ízlik az edzősködés, és el tudod-e képzelni, hogy hosszabb távon is ez lesz a jövőd az atlétikában? Őszinte leszek, eleinte nagyon ockodtam, főleg, hogy gyerekekkel kellett foglalkoznom, mert hát én is még fiatal csemetének számítottam. 22-3 évesen, tudom, hogy most fura kijelenteni, de most már egy másik világot élünk, és tényleg az, hogy 22-3 évesen gyerekekkel foglalkozzak. Először kicsit megilletődtem, de szerencsére egy nagyon jó mentorom volt, edző kollégám, akivel ezt az egészet elkezdtük, Skumár Péterrel, és tényleg tőle rengeteget tanultam, mint hozzá szempontjából, hogyan kell a gyerekekkel bánni, de véleményem szerint ez a legtöbb dolog magától is jött. És őszinte leszek, most már élvezem minden egyes pillanatát. Tehát, hogyha lemegyek a pályára és edzést tartok a gyerekeknek, nem az van, hogy nem tudom, hogy mit csináljak, vagy az, hogy kétségbe vagyok esve, vagy stresszelek, vagy bármi, hanem tényleg az, hogy minden egyes pillanatát élvezem az egésznek, és próbálom megélni azt, hogy ott vagyok a gyerekekkel, nem pedig a problémáimat rájuk hárítani, hanem tényleg az, hogy ott vagyok velük, látom őket, látom, hogy mit csinálnak, azonosulok az érzelmeikkel, tényleg, hogy megpróbálok nekik segíteni. És én is azt próbálom nekik átadni, nem azt, hogy egy igásolónak kell lenniük, hogy beletegyék a munkát, hanem tényleg én arra tanítom őket, hogy a sportolást élvezik és a sportolást szeressék, mert tudom azt, hogy nem biztos, hogy ebben a korban mindenki atléta akar lenni, hanem jelenleg csak ezt csinálja, és számomra az a nagyon fontos, hogy a sportolásnak az élvezetét szeretessen meg velük, az, hogy életük végéig kitartsák a sport mellett, az egészséges életmód mellett és a testedzés mellett, mert igazából ez az egészségnek az egyik legfontosabb kulcsa. Hát Dani, akkor én neked pedig azt kellene, hogy élvezd a világbajnokságot, természetesen a feladatra koncentrálva, és hát reméljük, hogy egy nagyon szép futást látunk, vagy többet akár a magyar váltótól a budapesti világbajnokságon, utána meg majd összegezzük a tapasztalatokat. Nagyon igyekezni fogunk, és nagyon gyorsan fogjuk szedni a lábunkat, ennyit megígérhetek. Köszönöm szépen. A kedves nézőknek pedig természetesen ajánlom, hogy kövessék figyelemmel a televízióban, vagy akár a helyszínen, hiszen még mindig kaphatók jegyek, tudtom, bár óriási az érdeklődés természetesen a budapesti atlétikai világbajnokságra, úgyhogy így is vagy úgy is meg lehet nézni többek között Szabó Danival a magyar 4x100-as váltót is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.